új szabályokban igyekszik uh, segíteni a az elektronikus fizető módsereket. to nudge citizens to switch to electronic payments. illetve az infrastruktúrát fejleszti. It's all part of a global trend against paper money. Ez mindez része egy egy globális készpénz elleni harcnak. but India's move has been the most radical of all. Ugye az indiai helyzetről egy korábbi videóban már beszéltünk, ott egyik napról a másikra bevonták a, jól megszám, az 500 és 1000 rupiást, vagy, vagy 1000 és 2000 rupiás nem tudom, a legnagyobb és leggyakrabban használt bankjegyeket. the Prime Minister banned the country's largest banknote and one of its most commonly used ones overnight. In its so-called economic war against gangs, Venezuela is now scrapping its highest value cash bill. És most ugyanez a helyzet Venezuelában, ahol tíz napot kaptak az emberek arra, hogy a, a legmagasabb értékű bankjegyeiket visszaváltsák. Ugye arról nem beszélve, hogy ott már így is teljes káosz van, hiszen a gazdaság összeomlott, nincs élelmiszer és gyakorlatilag nincs semmi. People will have 10 days, starting Wednesday, to exchange their 100 bolivar notes for coins and other bills. Venezuela's President Nicolas Maduro has blamed much of the country's economic woes on international gangs. Ugye arró beszélek, hogy az elők uh, a nemzetközi, uh, hát hibáztatja azért, hogy a gazdaság olyan helyzetben van, ami, ami, ami van, holott ez nyilvánvaló, hogy, uh, hogy ez egy uh, azok a globális bűnszervezetek, az gyakorlatilag az ENSZ, az IMF, és a világbank többek között, és a venezuelai kormány, az amerikai kormány, és a többi, és a többi, ezek azok a bűnszervezetek, amelyek romba döntik a gazdaságot most. Which he says are hoarding 100 bolivar notes, but soon those bills will be worthless. Aki, és ugye azt mondja, hogy ezek a bűnszervezetek, ezek a száz boliváros... Bolivárt használják leggyakrabban. Nézzük, hogy miről is van szó továbbiakban. Critics say Maduro's move will hurt ordinary citizens too, saying 10 days isn't enough time for people to exchange all of their 100 Bolivar notes. Ugye, ugye a probléma az, hogy hogy tíz nap alatt be kell váltani az összes ilyen bankjegyet akármilyen más fizetőeszközre és ez, ez, nem feltétlenül elég idő. A helyzet az, illetve a kérdés az, hogy, hogy India, ugye hallottuk, hogy az Európai Unióban is, ez a Kanadában, fülöp és most Venezuelában, ez egy, ez egy globális, idézébe globális mozgalom tulajdonképpen, ahogyan az elit, aki ura és irányítja a világot, szorítja az embereket, illetve hát a tudatlan tömegeket minél inkább belekényszeríti kényszeríti ebbe a, az elektromos fizető rendszerbe, azért, hogy nagyobb kontrollt gyakorolhasson, természetesen. Ugye most mondja az indiai helyzeten, és ott is a korrupcióra hivatkoztak, ahogyan Venezuelában is. As a result, és a helyzet az, hogy hogy ez, ez csak folytatódni fog, és amennyiben az emberek nem ébrednek fel időben, időben nem fognak tudni felkészülni arra, arra a helyzetre, ami következik, és. Ez csak egy része az, hogy a gazdaság összeomlik, és eltűnnek a fizetőeszközök, az csak egyik része lesz a problémának. Ugye nyilván a, legtöbb, a legtöbben, akik ilyen videókat néznek, nyilván tisztában vannak azzal, hogy a, hogyan alakul a, a háborús helyzet világszerte, illetve a felkészülés a háborúra, illetve illetve a, a természetesen a gazdasága másik. Gondoltam, ha már itt tartunk, megmutatom azt is, hogy ez GBJ Journal, és itt a, a, hát a márka, a jelről van szó, ami egy mikrochip, ami lehetővé teszi azt, hogy különböző dolgokat vásároljunk Dubajban. a new microchip that can be used to buy Ugye arról beszél, hogy az új mikrochip az teszi lehetővé, hogy az emberek eladhassanak, illetve vásárolhassanak különböző termékeket a boltokban. Ezek egyenlőre olyan technológiák, amik gyerekcipőben járnak, legalábbis azok az a része, amiket nekünk megmutatnak, azonban a készpénz rohamos eltűnése, illetve az ilyen technológiák egyre Egyre inkább felszívre kerülésével nyilvánvalóan kell, hogy bájon az mindenki számára, hogy mi is az, ami következik. Or sell, and it can be implanted, or one is a ring. Ugye arról van szó, hogy ezt be is lehet ültetni a bőr alá, vagy pedig egy gyűrűként lehet viselni. Can store business, financial and biometric information. És üzleti pénzügyi, illetve biometrikus, ami ugye különböző eh, dolgokat foglal magában, mint a, ugye a szem, az íris, vagy az új lenyomat, de akár a járás, magasság, tessói, hajszín, szemszín, stb. stb. It was developed by a multinational company called Salat, based in the United Arab Emirates. Üdvözlet mindenkinek, és 2019 május 9-én ez az élőadás az Infobubble csatornán. Ezúttal kérdésekkel fogunk foglalkozni és hozzászólásokkal. Legalábbis ez volt a terv egészen addig, amíg meg nem láttam, hogy mi történik Londonban, illetve mi történt Londonban. Ezt ha jól gondolom, akkor május elején volt egy úgynevezett klíma tüntetés, aminek a neve, egy pillanat csak meg akarom nézni pontosan, olyan érdekes volt, hogy ezt egyszerűen nem hagyhattam ki. Extinction Rebellion, ami kihalás lázadást jelent magyarul. Extinction úgy, mint hogy kihalás, Rebellion úgy, mint lázadás. Ez a 2019-es tüntetés, ami ez Marble Arch, Oxford Circus, szóval központ, London központjában történik. És néhány dolgot egyszerűen csak meg kell, hogy mutassak. Úgyhogy azt ígértem, hogy kérdésekre fogok válaszolni. Szerintem erre még mindig lesz idő, de egyszerűen ezt lehetetlen kihagyni. Ez most volt májusban. És én szerintem egyből azzal a videóval kezdek, amit Janice Atkinson készített, és ő a Rebel médiának tudósít. Ezek alternatív média állomások, mint a Rebel Media, vagy a másik a Provocative TV szintén. De Jenny Atkinson, négy, itt ennél a, ez a gondolat az, amit mindenképpen szeretnék megosztani mindenkivel, nem tudom, hogy ki az, akinek tudomása van erről a rendezvényről, sem, nem is lényeges, a lényeg az, azt az mindjárt el fogom mondani, hogy mi az, ami az üzenete az egésznek szerintem, de ez Jenny Atkinson nagyszerűen összefoglalja ezen a ponton, úgyhogy meg is mutatom. Ugye, amiről beszél, az az, hogy az emberek és az állam, meg a kormány, meg mindenki együtt fog működni egy fenntartható jövő érdekében. It's like a chant. Megoldások kellenek. Jenny Sitkinson azt mondja, It's like listening to people that been brainwashed. Vagy olyan, mintha agymosott embereket hallgatnánk. You cult followers. Mintha egy, egy kultusznak a követői lennének. it's like a horror movie. Mint egy horrorfilm. It's like something X-rated that's really creepy. Yes, Ijesztő és félelmetes. I can't tell you, I've got goosebumps standing here listening to them. <laughs> Azt mondja, hogy Because they've all been brainwashed or... Mert mindannyian agymosotta. Had a chip inserted. Mintha egy csípet beültettek volna az elméjükbe és ugye hallgatja itt ezt a kántálását ezeknek az embereknek. Azt akarom mondani ezzel, hogy ezek, ezek nem összeesküvés elmélet oldalak a Rebel sokkal inkább mondjuk alternatív hírügynökségnek hívnám, annyira nem, nem nagy, de azért 1,2 millió feliratkozójuk van. Érdekes, amiket tudósítanak, próbálnak egyfajta konzervatív álláspontot képviselni a világban, de mint mindegyik média csatorna, vagy nagyobb legalábbis része a rendszernek, szóval nem azt mondom, hogy ők elmondják az igazságot, mert nem így van. Amit én mondok, az az, hogy ez talán közelebb van a valósághoz, mint amit a tévékben láthatunk. Illetve a tévéműsorokban, vagy az hírekben. Úgyhogy nézzük, egy-két dolgot kiemelnék ebből, csak hogy mennyire agymosodtak ezek az emberek, és én most nem azt akarom mondani, hogy illetve a lényeg ennek nem az, hogy ezek az emberek primitívek, vagy ostobák, vagy akármi. Azt akarom ezzel bemutatni, hogy a probléma hatalmas a világban. Az emberek nem tudják, hogy mi a valóság. Elvesztették a kapcsolatot a realitással, és egy programra járnak úgy, mint a, mint a droidok, vagy a robotok, úgy funkcionálnak az emberek, előtetnek az elméjükben bizonyos gondolatokat, és azután erre cselekszenek az emberek, így mozognak tényleg olyan, mintha egy csíp lenne a fejükben. Ezért érdekes, amit mondott Janice Atkinson az előbb, de szomorú, amennyire az a valóság azonban mindenképpen azt tanúsítja, hogy különösen az a generáció, ami mondjuk a 20 évek körül van, akár ott, akár Magyarországon, ezek a fiatal felnőttek, az X, Z, Y generáció, ezek teljes mértékben Egyfajta alternatív valóságban élnek, amit a média, illetve a propaganda, az oktatás az, ami elültet az agyukban, illetve az elméjükben. Anyway, Oké, okay, most néhány embert meg fog interjúvolni, és én csak az érdekeseket mutatom meg villám gyorsan. Ugye a kérdés az, hogy vajon az ön véleménye szerint az embereknek abba kellene hagyni a az utazást, úgy, mint a nyaralásokat, ilyesmi. Um, bikes are very good for exercise. És azt mondja ez az ember, hogy bicikli az nagyszerű gyakorlatra, úgy értem, hogy testedzésre. No, but you say, yeah, if you had a couple of, sort of working class families, and mother and father work all the hours under the sun, and they want to take a two week holiday somewhere, so they get on a cheap airplane, they go to a cheap um, destination. A lot of people here to saying, today... Ugye a kérdés az, csak felgyorsítatom egy kicsit, mert nem akarom ezzel az időt vesztegetni, de arról beszél, hogy ha van egy dolgozó család, és azoknak van két hét szabadság, és szeretnének valahova elrepülni, egy kisebb nyaraló helyre, hogy akkor az lehetséges-e, míg itt ugye azok, akik képviselik ezt a tüntető tüntetőcsoportot, azt mondják, hogy csak és kizárólag akkor lehetne repülni, hogyha az vészhelyzet. Azt mondja, hogy a közönséges embereknek egyáltalán nem kellene repülni. Azt mondja, hogy ez csak kizárólag diplomatáknak és tudományos célnal lehetne használni a repülést úgy, mint, mint közlekedési eszközt. Világos, amiről szó van. Én nagyon szer. ha valaki azt hiszi, hogy mi meg fogjuk tudni akadályozni az úgynevezett klímaváltozást és a globális felmelegedést, akkor az része ennek a a tömegnek, amiről Janice Atkinson beszélt az elején, akinek egy csip van a fejébe, és sajnálatos módon az agymosáson esett át. Az, ami történik a világban, az ember okozta a klímaváltozás, de nem úgy, ahogyan a legtöbb ember azt gondolja, hogy túl sok széndiokszid, meg ezek a, azok a mesék. A technológia segítségével, és a média segítségével, és a tudomány segítségével, valamint az oktatás közreműködésével, Elhitették az emberekkel, hogy ez egy létező dolog. Ez ki fog derülni ebből a két bejátszásból egyébként mindenki számára egyértelműen. Már csak azért is, mert ezeknek az embereknek a realitásról fogalmok sincs. Ők csak visszamondják a propagandát, semmi más. Pont úgy, ahogyan mondta, mint amikor kántáltak azután az ember után, mintha egy csip lenne az agyukban. Most belemegy abba, hogy diplomata, milyen diplomata, nyilván azok, akik, akik, a, ezeket a célkitűzéseket megvalósítják, azok lennének azok, akik utazhatnának. Well, it, that... Aztán azt mondja a tag, hogy nem is diplomatákról volt szó, de aztán megismétli, hogy de igazából ön volt az, aki felhozta a politikusokat, a vége az érdekes. Azt mondja, hogy ön szerint akkor egyáltalán senkinek nem lehetne repülnie csak diplomatáknak és tudományos kutatási célra? Nem nem, kellene, nem arról van szó, hogy megengedett vagy nem, hanem, hanem drágának kellene, hogy legyen. Világos, hogy azok a dolgok, amikről én beszélek ezekben a videókban, hogy, hogy az új világrend hogy fog felállni, hogy lesz egy vezető kaszt és lesz az összes többi, a parasztok vagy a dögevők, amik mi leszünk majd ebben a rendszerben. Ezt mi akarjuk, az emberek azok, akik követelik. Itt a példa rá, hogy az agymosásnak az az eredménye, hogy mi vagyunk azok, akik követelik ezt a rendszer. Pontosan ez a lényeg ennek a rendszernek, hogy nekünk kell akarni ezt. És az a helyzet, aki nézi ezt a videót, annak világos, hogy eljutottunk odáig, hogy mi vagyunk azok, akik követelik azt a rendszert, ahol csak a gazdagok repülhetnek. Milyen fajta gondolkodás ez? A vezetés, az autóvezetés és a repülés az gyakorlatilag csak az elit számára lesz megengedhető, not, not so... mivel annyira drága lesz. Azt mondja, hogy ha a városainkat olyan módon építenénk és terveznénk meg, hogy nem kellene utaznunk más messzire, akkor sétálva, illetve biciklizve el tudnánk jutni mindenhova, ahova akarunk. És utána azt mondja, hogy mi van akkor, hogyha el akarok jutni Ausztráliába mondjuk, és meg akarom látogatni a rokonaimat Ausztráliában, mert éppen ott élnek. Vonatta? Ez, ez, az, amit válaszolt ez az ember, hogy esetleg vonattal el tudna jutni oda, hogyha akarna. Úgyhogy a probléma óriási. Mindenki, aki egyetért ezzel, aki azt gondolja, hogy hogy a globális felmelegedés, meg ez a klímaváltozás, ezek a dolgok, ez a valóság, az, az sajnos nem érti, hogy hogyan működik a világ. És a szituáció az, hogyha valaki ismeri az ENSZ fenntartató fejlődés cégkitűzéseket, akkor azt tudja, hogy amiről ez az be, ember beszélt most, ez szó szerint onnan származik. Úgyhogy amikor azt mondta, hogy ezek agymosottak, és egy csíp van a fejükben, az azért van, mert az ENSZ és az elit, aki irányítja és uralja ezt a világot, így programozza az embereket. Erre valók a filmek, erre való az oktatás, a tudomány, amikor azt mondják, hogy mindenki egyetért a klímaváltozáson, a médiából ez jön, az emberek nem tudják, hogy mi a valóság. Persze azt érzékeljük, hogy májusban be kellene kapcsolni a fűtést, meg ezeket a dolgokat. De az nem azt jelenti, hogy az összefüggésben van a kibocsátott dioxid mennyiségével. Amit mi hallunk,

But now we're sharing it with... Ugye, hogy eddig, eddig a, a, nem figyeltem, csak elgondolkoztam, de azt mondta, hogy jól nem hiszem, hogy, hogy nem figyeltünk oda erre, és hagytuk, hogy, hogy elvegyék ezt tőlünk, és úgy, mint valami betegség é, elhatalmasodjon rajtunk, de a, amit most mutatni fogok, azon szerint, az szerintem meghökkentő, de a ruházatát figyelje mindenkinek, a nőnek. Az egyik az, hogy ez az ember az előbb elmondta, hogy úgy kell a városokat építeni, hogy biciklivel és gyalog el lehessen jutni mindenhova, és kocsi ne legyen, meg repülő. Én erről már beszéltem három évvel ezelőtt is, hogy ez lesz. Ha valaki kinéz, körülnéz a városában, akkor látja ugyanezt, hogy a kerékpárutak épülnek, felújítják az utakat. Az nem azért van hogy autókat helyezzenek el az úton, az azért van, hogy majd lehessen ott biciklizni. Nem lesz autó hamarosan, nem lesz repülés, viszont vonat az lesz. Ezért építik ki a, a különböző vasútvonalakat, ezért megy a fejlesztés. Erre még mindig nem jutottam el, de rengeteg információ van ezzel kapcsolatban, és egész Európában ez megy, sőt, az Amerikai Egyesült Államokban is. Úgyhogy az előző ember elmondta azt, ez a nő nem más testesít meg, mint gáját. Most azt nem tudom, hogy ez szándékosan van ott az a nő, vagy sem. De aki nem ismeri Gáját, Gája az a földanya, ő az, aki, akit, akit, megtestesít a ruhájával ez a hölgy, azért van így felöltözve természetben. A természet nem más, mint egy istenség a gnoszcizmusban, és az ő neve Gája. Ő ez az ős erő, amiből minden származik, az ős tudat, a föld anya, az, az Gája. Szóval az emberek programozva vannak, az emberek egy agymosáson este keresztül, és ez manifestálódik, vagy ez jelenik meg a cselekedeteikben, és a szemünk előtt ez az, ami zajlik, és nem mondhatja senki most már, hogy ez egy összeesküvés elmélet, mert itt, itt van előttünk, jelenik meg az, Úgyhogy aki azt kérdezgeti, hogy mi, mit, kit érdekelnek a szimbólumok, meg kit érdekel ez, meg kit érdekel az, ezek az emberek azért vannak ilyen szinten, mert így vannak programozva, úgyhogy nem lehet azt mondani most már egyértelműen nem lehet, hogy hogy ezeknek nincs jelentősége vagy hogy az nem úgy van ahogy amiről én beszélek ez egyértelmű, ez csak nem lehet megcáfolni, hogy ez egy programozás eredménye, hogy az emberek azt hiszik hogy, hogy a Föld az egy élő lény, és a Föld anya meg ő az életadó, meg nekünk védelmeznünk kell, meg mit tudom én mit kell csinálni velünk, vele és itt van az élő bizonyíték erre ez a nő, de amit mond, az egyszerűen elképesztő. Out that divine, És azt mondja, hogy megegyezünk abban, hogy mi, mi isteni eredetű, szent emberek vagyunk, ez pedig nem más, mint szintén csak a gnosticizmusnak az alapvető elmélete, az pedig az, hogy ebből a, az ős erőből, azt hiszem a plerómának hívják, ebből keletkezett Szafia. Szafia az, aki alkotta az embert, és az ember az isteni, és testbe ragadt, és az ember feladata az, hogy a tudás révén vissza tudjon jutni ebbe a spirituális isteni szintre. Ez az, amiről beszél ez a nő, és ez a programozásnak az eredménye, ez egyértelmű most már szerintem láthatja mindenki a saját szemével. So, so how did you get here today? Kérdés az, hogy hogy jutott el ide? Hogy utazott?

Ez egy, ez egy hatalmas küldetése az ön Oké, okay. szóval én mondtam, ez, az emberiség egy olyan szintre jutott, amikor az emberek teljesen meg vannak zavarodva. És én nem hibáztatom őket, én csak azt szeretném, hogyha azok, akik itt vannak, és figyelemmel kísérik ezeket a videókat, megértenék. Hogy ami történik a világban, az nem a véletlen Eseményeknek az eredménye. Ez egy manipuláció, ami történik, és minden, ami áramlik felénk a médiából, az oktatásból, a tudományból, a vallásból, a szórakoztatóiparból, a politikából, ez része az agymosásnak. Azért történik, hogy az embereket terelje egy bizonyos irányban. És ez az, ami, amit láthatunk megjelenni a saját szemünk előtt, a világban. Én látom ezt itt, ahol élek, Szabolcsban, a bicikliutakkal, a folyamatos lakópark építéssel, az utak felújításával. Nem is tudom, mi az, amit nem újítottak fel. Az emberek nem értik, hogy mekkora, csak hogy mekkora problémában vagyunk. De nézzük a másik videót, ez, ez Provocative TV. Ők azok, akik, ugye az, az előző is erről az Extinction rebellion volt, de itt van még egy, ami szintén Extinction Rebellion.

Ő ugye klímaváltozásban dolgozik, szegény. És nagyon frusztrált az a munka, és már tíz éve ott dolgozik, és úgy érezte, hogy ez egy nagyszerű ötlet lesz, hogyha kihoz ide a szerencsétlen lányát, hogy az is megtapasztalja, hogy mennyire félre vannak vezetve az emberek. I think, um, Persze ő um, nem ez ez így, 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 így él. So, yeah, de, de ez a csúcs ennek az egésznek, ez reprezentálja szerintem, leges legjobban azt, hogy, hogy milyen szinten van ez a korosztály, ami ugye tínédzsernek mondható, és tisztelet a kivételnek, nem mondom, hogy mindenki, de, de körülbelül ez az, ami szerintem a legnagyobb keresztmetszete ennek a, a korosztálynak, a tudatlanságnak ez a felső foka, és ráadásul egy teljesen alpári viselkedés, amellett, hogy részek, de én nem is az a lényeg, nyilván volt részek mindenki, én nem azt mondom, csak megpróbálom lefordítani, amit mond, de igazából nem lesz értelme, de így az egész viselkedés az, amit a figyelmébe ajánlok mindenkinek. We've been here um, for three days and we've been um, protesting against all these fucking government people who are building who are building more more stuff to make shit. Ugye arról beszél, hogy itt, itt tüntetünk az állam emberei ellen, akik több dolgot építenek, hogy aztán dolgokat állítsanak elő. And we're polluting, we're fucking polluting everything, we're dying off. We're... Hogy, hogy szennyezünk mindent, és kihalás szélén vagyunk. És megöljük az embereinket. We're our That's what I'm here for. Megöljük az embereket, ezért vagyok itt. És ugye azt ki, rámutat a műsorvezető, hogy de hát műanyag pohár van nálad. Azt mondja, hogy igen, azon van nálam, de tudod, hogy mit tudok vele csinálni? Hogy összetudom nyomni, és el tudom égetni. És meg tudok szabadulni tőle én magam. Like, if you know what I mean. ha érted, amit mondok. Szóval a tudatlanság, ezek az emberek ott vannak, tüntetnek és azt hiszik, hogy ők valami nagy dolognak a részesei úgy, hogy fogalmuk sincs igazából a, a valóságról. Te semmiféle fogalmuk nincsen arról, hogy mi az, amiben részt vesznek. Nem csak ők nekik, a felnőtteknek se senki. Itt van még egy ezzel a gája dologgal. Igazából nem is fogom lejátszani, amit mond, de az egészben a katasztrofális az, hogy arról beszél, hogy látta, hogy a kisgyerekek olvassák föl a klímaváltozással kapcsolatos beszédüket. Mit tudom én, hol mondta beszédet, és ő látta ezt, és ez annyira megindította, hogy teljesen megváltoztatta az életét, és nem csak, hogy megváltoztatta az életét, hanem a, a, megszabadult a műanyag dolgoktól, és most már része ő is ennek a kampánynak. Ne értsen félre senki, nem azt mondom, hogy nem jó dolog megszabadulni a, a, műanyagtól, vagy védeni az állatokat, vagy a környezetet. Én nem arról beszélek, hogy ez jó dolog, vagy nem. Én azt akarom mondani, hogy ez egy manipulációnak a része. ez, ez az agymosás része, a propaganda része. Ezért van az, hogy ennyi ember ugyanazt mondja. Ezek az emberek nem rájöttek erre, ezeket az embereket megvezették. Ez a, ez a legfájóbb és ez a legborzasztóbb az egészben. Úgyhogy most már láthattuk különböző aspektusait ennek a, ennek a, programnak, ennek a klímaváltozás programnak, itt van egy újabb, amiről ez az ember beszél. Ugye az, arról beszél, hogy a rendőrség bekerítette a, a hajót, szerintem ez egy, egy, valós, vagyis hát lehet, hogy csak egy, nem ismerem annyira ezt a részét Londonnak, nem tudom miről beszél, de gondolom, hogy egy épületről van szó, de ha a hajó, hajó, a lényeg az, hogy körbevette a rendőrség, hogy bezárja az embereket, Azonban az emberek körbevették a rendőröket, és utána a rendőröknek tárgyalniuk kellett az emberekkel, hogy engedjék ki őket onnan. És azt mondja, hogy megmutattuk ezzel az erőnket. Itt van egy következő eleme ennek az egész propagandának, az pedig az, hogy nekünk, hogy mi emberek, úgy, mint hogy, hogy hétköznapi emberek képesek vagyunk, az akaratunkat érvényesíteni, és nekünk van szavunk. Mindenki, aki azt hiszi, hogy nekünk van szavunk, az nem érti, hogy hogy működik a rendszer. Az embereknek nem, hogy nincs szava, nekünk soha nem is volt szavunk. Szóval mindenki, aki részt vesz ebben, az tulajdonképpen a problémának a része. Azért, mert ürügyet adunk a rendőrségnek arra és a hatalomnak arra, hogy erősítse a jelenlétét, mivel nagyobb biztonságra van szükség, mert sok ember van az utcán. És amiről ez az ember beszél, az egy ilyen gigantikus tudatlanságról árulkodik. Az pedig az, hogy szerinte a rendőrségnek a rendőrség kénytelen volt velük tárgyalni azért, hogy ki tudjon onnan jutni. De a rendőrségnek nem kell tárgyalni az emberekkel. A rendőrség tárgyalt az emberekkel, mert ez volt épp a legmegfelelőbb eszköz annak, hogy a céljaikat elérjék. Hogyha akarták volna, akkor szét vízágyúzták volna azt az egész tömeget, mint ahogy az lesz a közeljövőben. Ez most csak egyszerűen, ami történik, az, az a felhergelése az indulatoknak és a felkorbácsolása mindenféle szintjén a társadalomnak a különböző érdekcsoportokon belül. Ez most a klímaváltozás orda, de, de végül is mindegy. Ugyanez a helyzet a, a Pride-dal, az LMBTQ dolgokkal, Ugyanez a helyzet a feministákkal, de ez a helyzet a kormánypártiakkal, az ellenzékiekkel, mindenféle tüntetővel ez a helyzet. Jelenleg afelé tartunk, amikor ezek a csoportok együttesen el fogják hinni, és már most is elhiszik szerintem, hogy nekünk van beleszólásunk ebbe az egészbe, és meg tudjuk dönteni a rendszert. Ez az, amit a rendszer akar. A rendszer akarja, hogy az emberek ott legyenek az utcán, azért, mert így káoszt tud előidézni, és minél nagyobb a káosz, annál egyszerűbb lesz utána rendet teremteni, mikor mindenkinek elege lesz már ebből a káoszból. A, a fehér nyúl szimbólum, bocsánat, ami van ennek a nőnek a pulóverén, az szerintem egyértelmű kell, hogy legyen mindenkinek. Ugye vegán arról beszél, a, a vegán életforma, az állatvédelem, ez szintén az Egyesült Nemzetek Szerződő tartott Fejlődés célkitűzése egyike. Úgyhogy eddig, amit még látunk, az csak propaganda. És a borzasztó az, hogy ezek az emberek teljes melszélességgel elmögi az egész propaganda mögé beálltak nem értvén azt, hogy ők tulajdonképpen részei a problémának, és olyanok tényleg, mint a Bábuk a sakban. Nem értik azt, hogy mi csak ebben a játékban számunkra, de mindenki számára ez a hajó elment igazából nagyon-nagyon régen. Itt a vereségnek vannak különböző fokozatai, de egyébként én azon se izgulnék, mert ez az egész, amit mi most így a világnak hívunk, en, ennek megvannak a napjai így vagy úgy. Nem csak az új világrend miatt, hanem annak is. Ennek hamarosan vége lesz. És az, amit most csinálnak az emberek, azzal csak tulajdonképpen a saját helyzetüket rontják. A Fehér Nyúlról annyit, a nyúl, ez az uh, Astrology Web, ahol arról beszélnek, hogy a nyúl, az a reménységet, a bőséget, a kényelmet, a szeretetet, az intuíciót, az értelmet, a mozgást, a harmóniát, az új lehetőségeket, az érzékiséget és a képzeletet szimbolizálja. Természetes az, ezt meg tudjuk kornesa.com weboldalról, ez a hölgy sajnálatos módon különféle spirituális dolgokkal foglalkozok, mint proféciák, látomások, ezek a és különböző, amit úgy hívnánk, hogy mágia, úgy, mint sámán rituálok, pszichik tanácsadás, egyiptomi gyógyítás, ha jól látom, plusz ö, ezeknek a különböző lelkeknek, meg, meg szellemeknek a szellemekkel való kapcsolatfelvétel, de arról beszél, hogy a fehér nyúl az a, a szeretet, a gyengétség és a mágiának a jele, illetve a megjelenési formája ezeknek a megjelenési formája ezt szimbolizálja, és ez egy olyan üzenet, hogy valamilyen misztikus munka az a te érdekedben már a háttérben működik. Ez jelenti a fehér nyúl, hogyha megnézzük, ez spiritanimals.com, arról beszélnek, hogy a nyúl szimbolizálja a... Egy pillanat, azt mondom, Ja, igen, a termékenységet, a nyúl elsősorban a termékenységnek a szimbóluma, illetve a vágy és, és a szaporodás. Ez nyilvánvaló okok miatt, ez gondolom mindenki megérti, hogy, hogy miért a nyúl, nyúl ugyanis ugye elég egyszerűen és gyorsan szaporodik. Úgyhogy ennek rengeteg nagyon sok szimbóluma van annak, amit, amit, láthatunk a, a ruháján. Egyrészt az a nyolcos, ez a jele ennek az egész extinction rebellionnak egyébként XR-ra jel, ugye extinction mint X és a rebellion pedig R de ez a jel ez egy homokóra vagy egy nyolcas a homokóra és a nyolcas az az élet örök körforgását jelenti a, a spiritualitásban és az okkultizmusban vagy az oraboros a kígyó ami a saját farkába harap ezt mindenki ismeri a születés az él a, bocsánat, az élet, a halál és az újjászületésnek a körforgása, ez visszautal a lélekvándorlásra, de magára a gnosztikus életútra az ember születik, az ember meghal, és aztán feltámad, és eljut a spirituális eh, hely, szintre a gnosis, vagy a tudás segítségével, ez az életnek a lényege. Ez mellett egyébként, ha valaki ismeri Alice Sodaországban, akkor tisztában van a nyúl üregével, amiben beleesik a léz. A nyúl ürege megtestesíti a bizonyos, bizonyos témakörökben annak a témakörnek a bonyolultságát, vagy a komplexitását, illetve az, hogy, hogy mennyire nehéz azt megérteni. Ugyanis a kérdés ugye az, hogy milyen mély a, a nyúl ürege. Úgyhogy a fején nyúl, vagy a nyúl szimbolizálja ezt a jelenséget is a, a nyúl üregére utal hogy leesik oda Alice, és akkor kitalál, hogy ott fényderül mindenféle dolgokra. Tehát amikor a, nyúl, a fehér látja valaki, akkor erre is gondolhat magára a nyúl üregére, hogy a nyúl bevezeti alice ebbe a csodaországba, és feltárja ott neki a különböző titkokat. Ez egy másik aspektus a, a, a fehér nyúlnak. Nem véletlen az, hogy a fehér nyúl a matrix is szerepelt, ez például az a jelent, amikor Alice beesik a, a nyúl üregébe, úgyhogy semmi nem az, és olyan egyszerű, ahogy az emberek azt gondolnák, szóval én igyekszem megtenni mindent, amit lehet, de annyira gyorsan pörögnek az események, hogy, hogy ez nagyon nehéz, érdekes meghallgatni, amit mond, mert igazából értelmeset nem mond, de, de legalább mindenki számára fény derül arra, hogy csak mennyire... Ö, hogy is mondjam, félre vannak ezek az emberek vezetve és, és tudatlanok bizonyos értelemben. Van egy kifejezés erre, ugye azt mondja, hogy a klímaváltozás tagadó. Ez ugyanaz, mint a holokausz tagadó. Egy idő után el fogunk jutni oda az ilyen emberek miatt, akiknek a program túlságosan beleívódik a, az elméjébe. Mi fogjuk követelni azt, hogy büntessék azt, aki nem ért egyet azzal, hogy van klímaváltozás. És azt kell, hogy mondjam, hogy bár mennyire is fájdalmas ezt megérteni a legtöbb embernek, de a klímaváltozás az nem egy valós dolog. A klímaváltozás technológia, de szerintem legfőbbképp a média segítségével létezik. Megtesznek mindent, amit tudnak, hogy a technológia segítségével tönkretegyik az időjárást, de igazából ez csak az oktatás, a média és a tudomány közrejátszásával lehetséges. Egyszerűen csak ezt mondják, hogy ez van. És ez ki fog derülni ebből a videóba. Azt mondja, hogy az információt eljutassuk az emberekhez, ezért vagyunk itt. Hogy a tényeket és a számokat eljutassuk az emberekhez. Elmondjuk az igazságot. Hogy egy, egy apokalipszis következik, like 10 -12 ami 10-12 évre van innen. Most akkor mindenki rakja össze a fehér nyúlla, meg ezekkel a szimbólumokkal azt, amit mond. Ez, ez az egész hazugság, amiről beszél. Az apokalipszisen kívül. Az apokalipszis így is úgy is jön, azt mondja, hogy 10-12 év múlva, ami azt jelenti, hogy 2030 nem véletlen az, hogy az ensz nek 2030 a, a fenntartató fejlődés, célkitűzéseknek a határideje, azt akarja nekem valaki mondani, teljesen komolyan, hogy 12 évünk van, hogy megváltoztassuk az életformánkat? Ne, érti azt mindenki, hogy 7 milliárd emberről van szó, és 200 országról? Hogy mekkora területről van szó, hogy nekünk 12 év, ezek az emberek komolyan azt mondják, abban hisznek, hogy mi meg tudjuk változtatni az életünket 12 év alatt. Hogy lehetne már 12 évünk? Úgy értem, hogy ha 12 évünk van, olyan nincs olyan szituáció. 12 év egy, egy egész idézőjebe egy olyan bolygó, amiről ami a legtöbb ember él, egy olyan bolygó életébe 12 év az semmi. Nem lehet elérni semmit 12 év alatt. Szóval ez az egész egy hazugság, de ez a probléma ezzel, hogy az emberek nem gondolkoznak. És és elhiszik a propagandát azért, mert mindenhol ezt hallják. De, de hogy gondolkozzanak maguknak, arról nincs szó. Azt mondja, hogy ha most nem cselekszünk, akkor túl késő lesz. <coughs> Aztán belemegy Mozambik, meg ezek a dolgok, hogy ott mennyi áradás van, meg ilyen-olyan dolg, és ez mind a klímaváltozás következménye, ezt már nem fogjuk megnézni, ezt az idiót, a dolgot. De megnézzük ezeket, mert ezek a szervezői ennek az egész nevetséges történetnek. Azt mondja, hogy az emberek meg, meg kell érteni, hogy mennyire kicsi, id, kevés időnk van. Most arra nem is térek ki, hogy ez a három ember úgy néz ki, hogy nem töltötte 15 percet az elmúlt két hónapban a számítógép képernyőjén kívül. De a lényeg az, hogy, hogy azt mondja, az a kérdés, hogy mennyi időnk van. No, I don't think so. And how? What's going to happen after these eleven years? Fog, mi fog történi a tizenegyév, mert ugye azt mondják, hogy tizenegyév az van. <laughs> think, I know you don't know exactly, but what happened after these eleven years? Think, I know you don't know exactly, but what do you think? Well, <laughs> what do you think, I know you don't know exactly, but what do you think? Well, I hope. Oké, okay, kiröhögnek mindenkit? Azért, mert ilyen nincs. Azért, mert ez egy hazugság, ez egy nevetséges dolog, amiről szó hogy 11 évünk lenne. Ilyen nincs a mesébe se, hogy is lenne. A 11 évünk van, az azt jelenti, hogy kész, vége, elment a hajó. 11 év alatt nem lehet megváltoztatni a világot. Ezek arról beszélek, hogy 2025-re nulla széndiokszid kibocsátásúra menjen le a világ. 2025-re, most 2019. Az azt jelenti, hogy négy év nagyjából, bár lehet, hogy öt, ha az egész 2025-öt beleveszünk, vagy hat, hat év alatt az egész világ lemegy nulla széndioxid kibocsátásra, úgy, hogy Kína, India, Ázsia, Dél-Amerika még csak most kezd el fejlődni, Afrika a leg, leggyorsabban fejlődő kontinens, ezeket mindet nullára le kell vinnünk széndioxid kibocsátásba azért röhög, mert ez nevetséges. Világos, ezek az emberek részei ennek. Még eddig, amit hallottunk, ezektől az emberektől annak egy dolognak sem volt értelme. Azt mondja, hogy reménykedem, hogy 11 év múlvára már elvégezzük a változásokat, amiket kell. And we'll just about keep life within, within a margin that not too many species die out, and that, and that we can live a sustainable world, but if not if not, well, already it might be too late for coral reefs. Already research is saying we've lost 70% of insect population. hogy 70%-át elvesztettük a, a ízelt ezt mutatja a kutatás. Ilyet nem lehet mondani, oké? Okay? Ez, ez abszurdum, amiről beszél. A 70%-át 70 elvesztettük az ízelt Én ilyen, ilyen nincs. Hát ha elvesztettük volna, már minden kihalt volna. Akkor mit ennének a többi állatok? Az egész ökoszisztéma felborult volna. Amikről ezek az emberek beszélnek, ezek mesék. Ezért mondom, hogy a tudomány, a média és az oktatás együtt dolgozik, hogy előállítsa ezeket az embereket, ezeket a droidokat a társadalomban, akik aztán terjesztik tovább ezt az ökörséget. Az ilyen fórumokon, mint ez a tüntetés, vagy az internet, vagy, vagy, ezek a megbeszélések. Azért mondom, hogy ha gondolkozna mindenki, akkor megérteni, hogy ilyen világ nem létezik, amiket, amit ezek az emberek leírnak. they're the things that pollinate our crops we're we're in deep trouble already if things don't change very very quickly then we're talking problem az climate breakdown that's climate that's, that's that's chaos that's chaos that's not just human life that's that's so, yeah that's suffering for human beings all over the world that Emberi szenvedés világszerte. Mass extinction. Tömeges kihalása a fajoknak. Mindez, amit itt látunk, az nem fog létezni. Oké, okay, egy értelmes dolgot nem mondott arra, hogy mi fog történni. Ez mind mese, amiről beszél. Ezek csak ilyen, ilyen fantázia szülte, elméletek, hogy majd ki fogunk halni, meg ezek a dolgok. Ha 11 év múlva nem változtatunk semmit, ki fogunk halni, akkor gyakorlatilag már kihaltunk. Nem tudunk megváltozni 11 év alatt. Úgyhogy ez egy katasztrofális helyzet, amiben az emberiség van, hogy ezek azok az emberek, akikre hallgat, és ezek azok a gondolatmenetek, meg, meg elképzelések, amikben hisznek az emberek. De mutatok még egyet. It will crop losses, it will include... Ez mondja tovább ezt az ökörséget, hogy el fogjuk a terményeket veszteni. Éhezés. It will mass és tömeges népvándorlás. So, the 12 years is just a... A, a that's been by this conservative um, like study. Azt mondja, hogy ez egy konzervatív becslés, egy tudományos ö, kutatásnak az eredménye ez a 12 év. Um, it's probably a much shorter than that. A, valószínűleg annál sokkal kevesebb van. Hát 12 évnél még mennyivel lenne kevesebb? Ha 12 évnél sokkal kevesebb van, mennyi időnk van? Kettő, három vagy négy? Meg fogjuk az egész világot változtatni 3-4 év alatt? Mindenki átáll majd? Ö, én így virágszírmokkal a fejébe énekelni, meg, meg lelegeljük a füvet a mezőről, meg mindenki biciklivel fog majd járni három-négy év alatt, megváltoztatjuk a világot. Ezek az emberek vagy nem értik, vagy tudatlanak, vagy ostobák, vagy hazudnak. De, de így vagy úgy, fel kellene fogni azoknak az embereknek, akik még képesek gondolkodni, hogy az, amiről itt szó van, az egy álomvilág. Ez nem létezik, ami, amiről ezek az emberek beszélnek. Ez a propaganda. És és ennél sokkal, sokkal több józan észnek kellene, hogy legyen azokban, akik, akik, nézik ezeket a videókat. Ez egy nevetséges, amiről ezek az emberek beszélnek, kivétel nélkül mind. De egyébként úgy is néznek ki, szerintem azért is van a bohócnak öltözve. Azok, akik uralják és irányítják ezt a rendszert, szerintem esnek lefel a székről, úgy röhögnek, hogy idáig fajult az emberiség, hogy ilyen embereknek hisz, és ilyen ostoba dolgokat képzel. And that's when it gets to 1.5 degrees and above, and we're talking mega droughts, mega... Mega, mega szárasságok azért, mert másfél fokkal emelkedni fog a hőmérséklet. Storms, mega viharok. Mega floods, áradások. And, and so what the result of that... Jaj, hát most a kézilekről nem beszélek, de... That is, is some of the bread baskets of the world. És ugye az élelmiszer termelő központjai a világnak össze fognak omlani, és az egész világ összeomlik. Ez egyszerűen nagyon nehéz ezt egyébként bármit is ehhez hozzáfűzni. Ez olyan ostoba dolog, hogy én nem is tudom, hogy nagyon-nagyon régen hallottam ilyet. De mióta csinálom ezt az egészet, három év alatt azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem az emberiség intelligenciája, vagy így, így kollektív, talán ez a legjobb kifejezés, hogy értelmi képessége gyakorlatilag szabad esésben van. Odáig jutottunk, hogy ilyen emberek azok, akik meghatározzák, hogy mit gondolnak az emberek. Azt mondja, hogy egy-két év szárasság, illetve a, az élelmiszert régiók, hogyha nem tudnak élelmiszert előállítani, egy-két év szárasság, és összeomlik a társadalom. Ami így is van. On the of the de, de ez be fog következni, szóval ez az, amivel mindenkinek szembe kell néznie itt, meg mindenhol a világon. Ez az, ami felé haladunk. De nem azért, amit mondanak, hogy klímaváltozás, meg mit tudom én mi, hanem azért, mert ezt lehet irányítani mára. Ez jelenti az tett globalizációs folyamat, hogy néhány helyen termelik az élelmet, az energiát, és, és a, az üzemanyagot Ezeket ha leállítják, nem lesz sehol semmi. Ennek semmi köze nincs a, a melegház hatáshoz, meg a mit tudom én, milyen, milyen értelmetlen dolgok, amikkel előállnak ezek az emberek. And then there's widespread panic. And we... Azt mondja, hogy széles pánik. Az biztos, hogy ez lesz, de világos, amit, amit próbálok mondani, hogy ezek olyan buta dolgokat beszélnek ezek az emberek, olyan egyértelmű propaganda elemek vannak benne, hogy egyszerűen katasztrofális. ez történt a sztálini Szovjetunióban, vagy a hitleri Németországban. Ugyanezt történt a világtörténelemben mindig. A propaganda mindig ugyanígy működött meghatározta a valóságot, és azt, hogy mit kell gondolni az embereknek. Most visszatérünk még ezekhez a tudatlanokhoz néhány percre. Azt mondja, hogy összetörjük, széttörjük az atmoszférát. És ez, ez, ez szét fog minket sugározni. És ki fogunk halni. De mi nem, nem ezt akarjuk. Miért nem tudunk a... a földből megélni? Hogy miért kell megölni ezeket az ártatlan állatokat, miért nem élünk a földön? Hát... <laughs> nem akarok... nem mindegy, de nem úgy néz ki, hogy... Még, még szerintem ebben a társadalomban is csoda, hogy megélt eddig, nem hogy a földön. <laughs> And why, why can't we just live off what we've been given instead of eating, eating more things that, are, that have a heartbeat and have a brain? Hogy miért teszünk olyan dolgokat, amiknek van szívverése, meg agya, miért nem élünk meg abból, amit a föld ad nekünk? <laughs> Egyszerűen hihetetlen, ezek az emberek nem... Mondom, hogy minél fiatalabbra megyünk rá, annál, annál kevesebb a, a mondani való, az, 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 annál több propaganda ömlik ki belőle, mert annál... Annál erőteljesebb a programozás. Ugye iskolában vannak, fogalmuk sincs semmiről, azt hiszik, hogy mindent tudnak, és és ez az oka annak, hogy, hogy jó, persze, részegény értem, de. No, <laughs> is there you want? Persze, tudja. Okay, nézzünk meg még egyet. Én... Japán nincs. I'm gonna say to the people, to the government, is there a message? Yeah, I think there's three demands that are being made to the. Okay, három követelésük van ezeknek a szerencsétleneknek. The government. So the first is for the government to speak the truth. Az első az az a kormány felé, hogy az igazat beszéljék. <laughs> hát én nem tudom, hogy ezek az emberek hogy, vagy hogy, vagy, vagy mit gondolnak. Én szerintem ez egy komédia amúgy. Én biztos vagyok benne, hogy, hogy ezek, akiket hallottunk eddig, bár szerintem ezzel egyetért mindenki, aki ezt eddig hallotta, ezeket az embereket direkt oda tették, hogy ezt a komédiát előadják. De ha nem, hogyha ezek az emberek így gondolkodnak, amiket most hallottunk, akkor, akkor, akkor végzetes szituációban vagyunk. Úgy értem, hogyha az embereknek a gondolkodás módja ezen a szinten van, amit most eddig hallottunk, akkor egyszerűen nincs remény számunkra. Azt mondja, hogy a kormány beszélje az igazat. Hát az olyan, mint hogy a kutya szeresse a macskát, vagy nem is tudom. A kormánynak az a feladata, hogy hazudjon. A kormány nem is az, hogy az a feladata, a kormány nem is tud más csinálni, csak hazudni. Ez jelenti maga a diplomácia. Ezek az emberek csak és kizárólag hazudnak, és manipulálják az embereket, és a propagandát adják elő különböző formákban. Szóval ők soha nem fogják az igazat mondani. Nem tudják az igazat mondani. És hogy, hogy nyíltabban beszéljen a nyilvánossággal, hogy mi történik valójában a klímaváltozással, és ez legyen egy, egy nyilvános dolog, és nem a két évet, hogy egy nyilvános meghallgatás legyen, a uh, és a klíma, ugye ilyen sztrájk, mint ez, egyszerűen én nem tudom, lehet, hogy bemennek az egyetemre, vagy ezek nem tudom, hogy honnan szalasztották ezt a három embert, de ott megkapják a, a dózist napi szinten ebből a, a propagandából, és aztán azt itt vissza tudják köhögni, amikor, amikor szükség van rá. De arra nem gondolnak, hogy hogy valójában az, amit mondanak, annak nincsen értelme. És hogyha valaki ezt véghallgatja, akkor egyet kell, hogy értsen velem, hogy az, amit mond, annak nincs értelme. Nem csak, hogy nem fog tudni megvalósulni soha, hanem nincs értelme. Um, so be being and being dealt... Hogy rendszeresen a parlamentbe nyilvános meghallgatások legyenek, ahova beengedik majd a, a köznépet. Is... Ez az, amit ő akar? Hát, én nem is tudom, ez egyszerűen hihetetlen. Azt mondja ez az ember, hogy 2025-re a széndiokszid kibocsátást nullára kell leredukálni. 2025-re redukáljuk le nullára a széndiokszid kibocsátást. Ez hihetetlen. Egy pillanat megy tovább. Third a, har A harmadik Ilyetetlen. És azt akarja, hogy, hogy legyen egy, egy polgári gyűlés, ami meghatározza a, az ország diplomáciai irányát, meg így a politikáját. Azt hiszik ezek az emberek, hogy a politikusok át fogják adni nekünk a hatalmat önként, és létre fogunk tudni hozni ilyen, polgári gyülekezeteket, és azok fogják meghatározni a, az irányát a társadalomnak. So that... És az emberek fogják ezt, ezt meghatározni, hogy, hogyan hogy, hogy, hogy működik ez. It it és el fogjuk venni a, hatá... el, el fogjuk venni a, a, befolyást a nagy cégektől, a, a, azoktól, amik ma gyakorolják a hatalmat, a nagy cég úgy, mint az informatika, az üzemanyag, stb. telekommunikáció. És odaadja a hatalmat a polgárnak. And... Hogy meghozzák a döntéseket és az információt terjesszék. Working out what do they need to do? Hogy mi az, amit tennünk kell. Én nem találok szavakat erre, hogy ezek az emberek milyen, mi, miben, mi, milyen dolgokban hisznek. Valaki azt gondolja, hogy, a hogy valaha ilyen létre fog jönni, hogy átadják a hatalmat a Egyáltalán ki az, aki benne lesz ebbe a gyűlésbe? Azt mondja egy másik tag, majd mindjárt azt is megmutatom, mert ugyanerről beszél, csak akkor, hogy halljuk, hogy még egy... megmutatom. Azt mondja, hogy a választási politika, úgyhogy válaszok a politikusokat, az annak vége van. Hogy tovább kell mennünk, haladnunk, és ez pedig ez a polgári gyülekezet, amiről beszél. Hogy az emberek egy- összegyűlnek, the, the és meghozzák a döntést, informált döntést, a különböző problémákkal kapcsolatban. That's the and... Ez a jövő. Hát <laughs> én ezt nem értem, de komolyan. Hát akkor azok az em ki az, aki benne lesz abba a gyűlésben? Úgy értem, hogy volt már olyan gyűlés valaha a világon, amiben mindenki bele tartozott, vagy mindenki bele tartozik. Ha nem tartozik bele mindenki, akkor csak valahogy ki kell választani, hogy ki tartozik bele, akkor azokat az embereket csak meg kell majd választani újra, hogy ki az, aki bele tartozik. Ezért mondom azt, hogy vagy ezek az emberek ostobák és nem értik, hogy mit beszélnek, vagy hazudna. De ilyet nem mond egy olyan ember, aki gondolkodik. Nem létezik ez a dolog, amiről ő beszél. Ez az, amiben most élünk. Így vagy úgy, de az embereket választani kell. Akár milyen kócerály gyűlést fogunk összehívni, ha úgy hívjuk, hogy, hogy polgári gyülekezet, ha úgy hívjuk, hogy parlament, vagy párt, vagy akármi, így is úgy is választanunk kell. Aki oda bekerül, előbb-utóbb így is úgy is hazudni fog, mert a hatalom az ő kezében van. De ezt nem is lehet uh, túl sokáig bírni, még néhány másodpercon csak még ehhez a két félnótáshoz visszatérnék egy pillanatra. Azt mondja, hogy valószínűleg meg fog változni a kormány. Nem, nem, ők nem fognak. Hogy ők nem fognak ö, soha megváltozni, és amit, amit kiabált ez a poharas az az volt, hogy lázadás. Hogy össze kell fognunk, és egymás kezét meg kell fognunk. És hogy, hogy, hogy nem is tudom, hogy fejezem ki, de hogy a, a, nagy, az irányítók, na mindegy. Hogy mi vagyunk a kis emberek. És utána még egy kis program elem a hogy a gyerekeket hogyan, hogyan is viszik bele ebbe az egészbe. It's about the government reacting ultimately that's that's the ultimate aim but I think it's also about raising public awareness keeping it on the agenda keeping the pressure up generally. mondja, hogy a célkitűzés folytatni, a, a, nyomást fenntartani. Magyarán, amiről szó van, az az, hogy mi vagyunk azok, akik követelik azt a fajta változást, amit aztán mindenki majd, majd borzasztóan meg fog bánni, mikor, mikor eh, igazából kifog ez az egész, eh, ki fog teljesedni, és csak most, most még ugye nem látja senki, nem értik az emberek, hogy, hogy mi az, amiről szó van, de amikor meg fogják érteni, rá fognak döbbenni arra, hogy, hogy, mi, mi voltunk azok, akik kikövetelték ezt az egészet. Az, hogy ez egy szegénységi bizonyítvány, hogy ilyen szinten vagyok, én vagyunk, én nem tudom, de az biztos, hogy ez olyan, mint a Mónika Show, de ha visszanézi ezt az egészet mindenki, és összerakja végig a mondani valóját ezeknek az embereknek, akkor rá fog jönni, hogy ez gyakorlatilag olyan, mintha elolvasta volna az ENSZ fenntartható fejlődés célkitűzéseket, azért, mert a propaganda így működik, és ezek az emberek azt gondolják, hogy, hogy az a valóság, amit, amit magukba szívtak a médiából, a tudománytól, meg az úgynevezett oktatási rendszerből és ja, amúgy Darwinnal óvatosan, de, de valóban ez a szituáció, úgyhogy nem tudom, hogy ez segítsége bárkinek is, a probléma az sajnálom, hogy nem jutott idő a kérdésekre, de ezt mindenképp meg akartam mutatni, mert ez egyszerűen elképesztő volt. Így, amikor megláttam, én, én nem is tudom, de azt kell, hogy mondjam, hogy három év alatt jelentős mértékben ostobább lett a társadalom, legalábbis az, amit én tapasztalok, vagy amit én láttam, már pedig az nem kevés idő, amit én ezzel eltöltök, de ilyen szintű viselkedést nem, én még nem láttam, mondjuk 3-4-5-6 éve az emberiségtől, mint, a, mint, mint ez most. Hogy, hogy ilyen szinten mindenki egy egy programot fújna, akárhova nézünk ráadásul úgy, hogy, hogy kivétel nélkül, úgyhogy nem is tudom, jó, ezzel le is zártam még egy dolgot hozzá megígértem Gábornak, hogy válaszolok de még egyszer elmondom hogy ez egy e-mail, amit kaptam tőle, az ilyen eszéket én nem fogom elolvasni, oké, okay? ez volt az utolsó hogy elolvastam, de csak a kérdőjeles mondatokat olvastam el nem, nem, nem fogom elolvasni ezt a, a, a diszertációkat, meg mit tudom én miket, hogy mi micsoda ha valakinek van egy kérdése, akkor a kérdést le lehet írni úgy is, hogy ezt magyar viszonylatban szerinted hogyan lehet megvalósítani. Mármint az, hogy hogy lehet a rendszeren kívül élni. Oké, okay, nincs szükség erre a, erre a körítésre, ami itt van mellette. Ez egy nagyon nehéz ügy lesz, hogyha villámgyorsan megkeresi valaki azt a videót három részes, amikor az élelmiszer iparról van szó, nem is, meg a, a közelgő összeomlásáról, a, az élelmiszeriparnak, abban én elmagyaráztam nagyjából, hogy mi az, amire számítani lehet, hogy hogyan lehet, amiről beszéltek ebben a videóban ezek az emberek, hogy össze fogom a gazdaság, stb. Én erre elkezdenék felkészülni valamilyen formában mindenképpen minél hamarabb. A legegyszerűbb módja az az, hogy vásárolni olyan dolgokat, amit meg lehet enni még két-három év múlva is, vagy amit fel lehet használni. A víz az egy nehezebb ügy, de biztos meg lehet oldani, de az élelmiszer és az ivóvíz és az, az, ami nagyon kelleni fog. Szóval el lehet kezdeni szépen vásárolgatni. Ha valaki ki akar költözni a városból, az egy nagyszerű ötlet, mert akármennyire is új világrend, meg technológia, mindenhol nem lehet majd droid, meg drón, meg mit tudom én mi a városokban, a városok körül és a sűrűn lakott településeken lesz a legnagyobb jelenléte az új világrendnek. Minél jobban eltávolodunk attól, annál kevesebb erőforrás jut arra, annál kevesebb izéttorony lesz, adóvevő, drón, rendőrség, stb. Épp elég baj lesz a városokban. Szóval minél távolabb itt az ember onnan, akkor annál jobb. Magyarországon ezt nem olyan egyszerű megvalósítani, meg egy kicsi az ország, de lehet azért ki, és akkor ott el lehet kezdeni valamilyen életformát. De ha valaki azt hiszi, hogy csak úgy a önerőből ezt meg tudja valósítani, az lehetetlen. Most nem akarok ebbe belemenni, de ha valaki nem hisz, akkor, akkor annak nem lesz semmiféle esély. Ez csak és kizárólag a teremtő segítségével lehet majd megvalósítani. Aki azt hiszi, hogy önerőből ezt meg tudja csinálni, annak nincsen esélye, nem lesz mivel ezt nem lehet megcsinálni egyedül önerőből, vagy kettő-három ember összefog meg ilyenek. Úgyhogy meg lehet, én úgy gondolom, hogy meg lehet, de ahhoz el kell kezdeni készülni tegnap, és akkor, akkor talán valamilyen formában a lehetséges. Ezt nem lehet túlélni. Szóval ha valaki arra játszik, hogy itt túlélje az új világrendet, vagy akármi, ezt nem lehet majd túlélni de erre a választ megadtam már számos videóban, különösen a Yahoo útja csatornán, hogy mi az, amire lehet számítani, mert és most lesz egy újabb videó ott a Góg és Magog háborúról, ami következik a, a közel -keleten. nagyon hamarosan. Azt hiszem jövő héten valamikor fog, fog, lesz a premiérje, annak Góg és Magog, illetve az utolsó háború címmel a Yahoo útja csatornán, ha valakit érdekel. Úgyhogy én, én azt javaslom, hogy esetleg azt, azt megnézekedhetné, aki, aki hajlandó erre, vagy aki, aki egyáltalán időt akar szállni. Hogyha valaki azt hiszi, hogy ő majd, majd ezt túl fogja élni, vagy, vagy megváltja a világot, vagy mit tudom én, mit, az, az súlyos, súlyos tévedésben él. Megmutatom ezt a Google és Magog dolgot. Pillanat. Oké, ez a Yahoo! útja csatornán lesz. Most pontosan nem tudom, hogy mikor, de premier már lehet. Ez az utolsó háború, mi az, ami várható, vallási fanatizmus, a jelek, amiket látunk most magunk körül, mi az, amire, amire ezek utalnak. Ugye ez lesz nem olyan soká, ugyanúgy, ahogy a dolgok a jövő héten, kedden, akit érdekel, jövő héten, kedden, ugyanitt 20-30-tól. Folytatni fogjuk a védőoltásos dolgot, meg fogjuk nézni azt, hogy mi a következménye annak, ha valaki nem akar részt venni ebben, illetve hogy hogyan fog ez szigorodni a jövőben. Nézni fogunk még néhány érdekességet azon kívül a védőoltásokkal kapcsolatban, de ez lesz a fő téma. Még lesz egy harmadik óriások, meg fogom mutatni, hogy mitől, hogyan is pusztultak ki ezek a dolgok a Földről, és mi lett annak a következménye, illetve a drótosan lesz még egy rész, legalábbis az már fel van véve ennek a beszélgetésnek, úgyhogy az szintén meg fog jelenni ezen a csatornán. Visszatérve erre, a, ez a Ragnarok dolog, nem tudom. Minden nem tudok. Oké, okay? hogy a skandináv mitológiában a Ragnarok mennyire mondja azt, mint a Biblia, fogalmam sincs, nem ismerem. Ez a mesterséges intelligencia, a hasetán, az ellenség kiirányítja azt, illetve mi a véleményem a számítógépekről, ez benne van az új világrend istene videó Oké, okay, úgyhogy ezt már megtárgyaltuk ezt a kérdést. Az új Világrendistene, ez a sorozat címe, Én mindenkinek nagyon ajánlom, aki alapfokon meg akarja ismerni a érdekli, hogy mi is az, mi is annak a jelentősége, akkor ki is ez a Sofia, vagy, vagy Vénusz más néven, Lucifer, akkor az meg fogja tudni abból a, abból a sorozatból az a címe, hogy az új világrend istene, és azt hiszem, hogy öt részes, úgyhogy azt mindenkinek nagyon-nagyon ajánlom, megmutatom a az index képét, és akkor úgy esetleg, úgy esetleg egyszerűbb lesz megtalálni. Ez az, mindenki ezt keresse az új világrend istene, de az utolsó isten így van odaírva az egész úgyhogy ebből kiderül hogy az alapjai a gnosticizmusnak, illetve az hogy hogyan is, hogyan is lesz a hát a, a mesterséges intelligencia, a számítógép a, a, ez, az, ez a rengeteg mennyiségű adat hogyan kapcsolódik ez az egész a, a hát a, úgymond az antikrisztus dologhoz, amiről írnak az írások ez, ezzel kapcsolatban. Ez még annyit, még egy, csak már Gábornak megígértem, úgy, hogy ez a Tron Warcraft filmek alapján mi a véleményről, a számítógép működéséről elmondtam. Szóval, ha van egy kérdés, ez, ez ennyi bőven elég. Ez, a, ez az egész Litánia utána, ezt őszinte leszek, én ezt nem szoktam már elolvasni és így, így már erre se jutott idő, mert ezt már nem. Szóval, ha valakinek kérdése van, próbáljon koncentrálni a kérdésre, ne, nincs szükség erre a, az értekezésre. Oké, okay? nem azért, mert én mindent tudok, hanem azért, mert nincs időm ennyi mindent elolvasni, meg nincs szükség 5 kérdéshez egy, egy szakdolgozatra. Oké, okay, úgyhogy, de amúgy én nagyon szívesen válaszolok, csak olyan kérdések legyenek, amit, amit el lehet olvasni három másodperc alatt, és akkor azokat meg fogjuk beszélni. Én hajlandó vagyok utána nézni a dolgoknak, hogyha válaszolni kell, mint ahogy meg szoktam tenni, de, de ezeket nehezen viselem, mikor, mikor ilyen rengeteget kell olvasni. Úgyhogy, oké, okay. ez ezúttal, ahogy mondtam, kedden találkozunk, remélhetőleg ugyanitt 20 óra 30-kor folytatjuk a védőoltások témakört, kedden 20 óra 30-kor ugyanitt, azt tegye már hogy mindenki, hogy lájkolja ezt a videót, illetve megosztja azokkal, akikkel szeretné, ha feliratkoztok a csatornán, akkor még értesítést kaptok mindenről, úgyhogy ez jövő hét kedd, az óriások valamikor jövő héten, ez a drótossal készült videó szintén jövő héten, akit érdekel a, az utolsó, Isten, hogy úgy fogalmazzak, hogy mi is, mi is az az Antikrisztus, akiről az írások beszélnek a valóságban, annak ajánlom az új világrend Istenes sorozatot, és Gog és Magog az utolsó háborúról pedig a Yahoo útja csatornán szintén valamikor mostanában lesz a premier, úgyhogy azt is érdemes megnézegetni. Köszönet mindenkinek a figyelemért, és remélem, hogy hasznosak találtátok ezt a videót. Találkozunk, nagyon bízom benne, hogy kedden 20-30-kor ugyanitt. És addig is halleluja, és mindenkinek a legjobbakat!